Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A fő papnő üzenete, ami a szerelmi életedet illeti. Mit kell tudnod? Ezt megnézzük ennél a jóslásnál. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a jóslást. Ennek a díja 4000 forint. És először megnézzük, hogy mi a fő téma. Itt ez a kártya szimbolizálja a napot. A nap megvilágít valamit, láthatóvá tesz valamit, itt kitisztulnak a dolgok. Azon kívül a nap téged is megvilágíthat, láthatóvá tesz téged, ami azt jelenti, hogy ő látni akar téged. Itt megvan a kisugárzás, és megvan a vonzalom kettőtök között. Itt ez a medve jelenti az életerőt, és a torony azt, hogy itt kiépül valami, megnagyobbodik valami, ehhez megvan az erőtök. De ez a torony, ez jelentett egy hivatalos dolgot, vagy egy bírósági ügyet is. Ebben az esetben ez a medve egy személy, akinek szava van, és itt vannak emiatt még korlátozások. Itt látható ezen a képen a park, jelenti a nyilvánosságot és az elismeréseket, vagy téged tesz ez láthatóvá, és ez a hölgy szimbolikusan rád utal, hogy megjelensz a nyilvánosságon, vagy ti találkoztok a nyilvánosságon, és itt lesz egy szerencsés fordulat. Köztetek, tehát ebben a párkapcsolatban is, és ha itt még vannak hivatalos dolgok, vagy egy bírósági ügy, a nap utal az igazságra, kiderül az igazság a nyilvánosságon, és lesz egy szerencsés fordulat. Itt volt egy olyan időszak, amikor nem történt semmi, minden olyan nyugalmas volt, de ez elmúlik, hiszen a kasza elvágja ezt az időszakot. Ez elmúlik, lesz egy szerencsés fordulat, találkozni fogtok. Amit itt ez a koporsó még jelenthet, egy örökösödési ügy, és akkor itt a bíróságról, a bíróról van szó. Itt kiderül az igazság, lezáródnak a hamis dolgok, és lesz egy szerencsés fordulat. Mindaz, ami eddig kellemetlen volt, a korlátozások, ez az örökösödési ügy, vagy egy vállóper, ez elmúlik, ez a nehéz időszak, hiszen az egerek segítenek ezt eltávolítani. Ott, ahol az egerek vannak, felfalnak valamit, és ezáltal megváltozik a helyzet. A kulcs ugyanezt jelenti. Ezeket a kellemetlen dolgokat most le lehet zárni, lesz egy változás, mindannyian hirtelen jön, amikor nem is számítasz rá, és egy időben kinyílik itt egy új ajtó, ezek a lehetőségek a szerelemben is, hiszen megvan a vonzalom, a találkozás és a szerencse. Itt lesz mozgás, előre mennek a dolgok, lesznek változások, és a gyűrű jelenti a kapcsolatot.
kettőtök között, vagy a gyűrű azt is jelentheti, hogy ez a férfi visszatér hozzád. Ez a kártya sok mindent jelenthet, mindazt, ami mozog. Sport, autó, utazás, változások, költözködés, és ami fontos, kinyílik egy ajtó, lesznek változások, előre mennek az események, ez a csendes időszak elmúlik, az egerek ezt eltávolítják, ugyanúgy, mint a korlátozásokat, itt megvan az életerő, ez jelenti a belső erőt és a hitet, megvan a vonzalom, a nyilvánosság, a szerencse és a mozgás. Ez volt a szerelmi jóslás, kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!